Sziasztok! Az itt újra a VR, és ez itt egy vlog. Így van. Teljesen céltalan vlog igazából. Fogalmam sincs, hogy mivel fogunk beszélni, de jó lesz. Igen, néhány dologról, amiről szeretnénk. Valószínűleg. Így van. Nem tudom. Az jön a kérdés, hogy tetszik-e nektek mostában a csatorna? Ja igen, erről akartunk veletek beszélni első körben, igen. Csak mert próbáltunk változtatni így 2016-ra. Jó, nyilván nosztalgia hónap, az nosztalgia hónap még mindig tart, és még tartani is fog valameddig. Hát nyilván a hónap. Nosztalgia hónap, mint név, erről szól. Reméljük, hogy tetszik nektek. Azt láttuk, hogy nagyon sok mindenkinek tetszett, ennek nagyon örültünk, mert hát, mit mondjak, nem kis tervezés kellett ahhoz, hogy ilyen minden sikerüljön a régi dolgok közül, mert hát sajnos hát szokása sok programnak kibaszni velünk, főleg a régi cuccokkal kapcsolatban. A Cry of Fear-rel kapcsolatban, most is legalább annyit szívtunk, mint annak idején. Azt hittük, hogy már túl vagyunk ezen, de nem. Pedig mennyi idő eltelt azóta, bakker, és azóta minden cuccunk megváltozott, és mindig ugyanakkor a szopás. Megcsinálni dolgokat, illetve például a Cat Mario is rettentő nagy szívás az volt. Az hatalmas szívás. Na mindegy, de azért nagyjából sikerült. Egy dolog van, ami valószínűleg továbbra is jelen lesz a csatornán, az pedig, hát főleg a nagy részletek miatt van. Igen. Tavaly láttátok, hogy megpróbáltuk azt csinálni, hogy játszottuk a mi saját stílusú játékainkat, amiket mi szoktunk játszani, meg elkezdtünk ezekkel a nagyobb címekkel játszani, amik mondjuk kifejezetten érdekeltek minket. Uh-huh. De sok esetben ilyen 1-2-3 videó után így abba hagytuk őket, azért, mert igazából szóltunk előre, hogy belenézünk, hogy milyen. Igen. Nagyjából kicsit csináló minden, de ennyi. Aztán láttuk, hogy sokan jeleztétek, hogy jaj, mikor lesz folytatás, meg játsszuk végig, mit tudom én. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés, főleg a mi esetünkben. Igen, meg egyébként aki régóta néz minket, az tudja, hogy ez pont ellen megy a... Azzal, amit az mi alapvetően csináltunk. Igen. Nagyon kevés játék volt, amit tényleg végig játszottunk, és azok mind-mind olyanok voltak, amik jellemzőek voltak ránk, illetve... Igen. Passzoltak a mi stílusunkhoz, vagy magához a csatornához. Na! Most már nem így lesz. Most megváltoztatjuk. Most megváltoztatjuk. De marad a régi rendszer is. Igen. Tehát most gyakorlatilag jöttünk nektek lehetetlent ígérni. Igen, tehát ezt már sok ilyet hallhattatok tőlünk, szóval igazság. Igen, úgy igazából nem kapjuk túl ezt a dolgot. Nem. Megint megpróbálunk valamit. Eddig mindahányszor megpróbáltunk valamit, teljesen nem sikerült. Igen. Viszont változott. Sok minden. Igen. Na most nem fog sok minden változni. Csak lehetetlent ígérünk. Igen. Az a lényeg, hogy azt szeretnénk megcsinálni most a gameplay csatornán, hogy kicsit szeretnénk belevinni azt, ami eddig is volt, és kicsit szeretnénk belevinni azt, ami ebben a hónapban zajlott. Egyszerre. Így van. Ez lesz a durva. Igen. Embertelen. Igen. Szóval azt akar jelenteni, hogy maradnának azok a stílusú videók, amik eddig is maradtak. Ugyanúgy megpróbálunk nektek legalább 5 napon keresztül egy héten videót csinálni. És ezen kívül lennének végigjátszások, ugyanezen a csatornán, nyugodtságban nem csinálunk másik csatornát, nem erről van szó. Ugyanezen a csatornán lenne egy másik réteg, ami pedig a végigjátszásokról szólna, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan szeretitek a végigjátszás videóinkat, sokan pedig nem. Nagyjából egyébként ilyen fele-fele. Fele-fele, de egyébként mi kíváncsiak vagyunk erre. Egész pontosan. Igen. És ezért létrehozunk egy szavazást. Egy szavazást, ami, megjegyzem, semmiről sem dönt. Ez nagyon fontos kiemelni, nem, de semmiről tényleg érdekel minket, hogy mennyire szeretitek ezeket, vagy mennyire szeretnétek ezeket. Szóval a leírásban lesz a szavazás nyilacska utáni link, az, ahol tudtok szavazni, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy el kell döntsétek, hogy mostantól csak végigjátszások legyenek a csatornán, vagy nem. Ez nagyon mert fontos. Mert nem így lesz. Csak kíváncsiak vagyunk rá, hogy ti szeretitek-e a végigjátszásokat, vagy nem? Így ennyi van. Lesz gyakorlatilag az egész kérdéskör, hogy szerettek a végigjátszásokat, vagy nem? Tehát tőlünk. A végigjátszásokat belünk. Igen, amikor mi játsszuk végigjátszásokat. Igen. Mert hogy? A terv a következő. Biztos, hogy észrevettétek már, hogy ha csak valami technikai gebasz nem jön be, este 6-kor csináljuk a videókat nektek. Tehát este 6-ra ki szokott kerülni mindig egy általában. Videó általában. Na most, lenne egy ilyen körülbelül délelőtt 10-11 környéki megjelenés is.
igen, a csatornán. Ami mindig a végigjátszás lenne. Így van. Ez a terv. Tehát délelőtt kimegy, kimegy minden nap a végigjátszás vonal, és este pedig kimegy az új videó vonal. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog még kiemelni, itt az elején járunk ennek a dolognak. Igen. Hogy legyetek türelmesek ezzel az egésszel kapcsolatban. Most igen, próbáljuk beindítani ezt a dolgot. Valószínűleg még most a videó után rögtön nem lesz minden így, ahogy mondjuk. Igen, de ezt már megszoktátok. De ezt már megszoktátok, hogy tényleg, tehát igyekszünk ezt elérni, és nagyon rajta vagyunk. Igen, így van, így van, így van, így van. Nagyon-nagyon nehéz lesz. Melyik több idő? Azt a kurva! De meglátjuk, hogy hogy alakul. Nem csak közös végigjátszások lesznek, hanem lesznek olyanok is, amit én játszok végig, és lesznek olyanok is, amiket Jani játszik igen, végig egyedül. Meg lesz olyan is, amikor esetleg kettő is fut majd egymás mellett. Igen, igen. Nagyon igen, szeretnénk, hogy legyen mit nézzetek. Mert tudjuk azt, hogy nektek... Tehát sokszor beszéltünk már veletek erről, és így... Hogy mondják ezt szépen? Semmi nem elég? Valahogy. De tényleg, hát ez igen, így van egyébként. Ami nem baj! Nem. Ami nem baj, az a baj, hogy mi ennek nem tudunk eleget tenni, mert nem tudunk végtelen videót csinálni, viszont próbálkozunk vele. Próbálkozunk, ez azért durva lenne. Az az igazság, hogy az olyan jellegű... ezt nem akarom, hogy félreértsétek. Az, hogy mégis befejeztük az Evil Within-t, és mégis befejeztük a Cry of Fear-t, és visszahoztunk egy pár nosztalgikus dolgot, az mind csak és kizárólag a ti kedvetek miatt volt. Láttam, nagyon sokan írtátok, hogy sokan ezt nem tették volna meg a nézőkért, stb. Én ezzel egyetértek. Viszont az, hogy mi ezt megtettük értetek, annak lett egy eredménye. Méghozzá az eredménye az lett, hogy nagyon-nagyon pozitív kommenteket olvastunk erről, hogy ti ezt nagyon értékelitek, hogy mi ezt megtettük, és mi ezért szoktunk értetek dolgokat tenni, mert tudjuk, hogy értékelitek őket. Így van, ez így van. Igen. És ez most is megtörtént, és ezt nagyon köszönjük szépen. Úgyhogy most ezért megpróbáljuk ebben az évben feszegetni a videó mennyiség határait. Ez nem azt jelenti, hogy szar lesz a tartalom. Így van, ez gyakorlatilag tavaly... Nyilván, aki szerint eddig is szar volt, jó, hát az akkor eddig is, de ez nem is az lesz. De aki szerint eddig nem volt szar, ezután sem lesz az. Ez csak azt látok tavaly, hogy amikor mondjuk belekezdünk egy végigjátszásba, hogy hasonló, akkor csak az volt. Igen. És ez egyértelműen ilyen viszályt keltett a csatornán. Igen. És azok, akik várják a rendes, úgymond rendes, hát... A nem rendes videók. Igen, igen, a videóinkat azok ugye nem hetekig nem látnak olyasmit, igen, mert ez volt tavaly, és ezt szeretném most megváltoztatni, hogy mind a két tábor, úgymond a nézőtáborunk jól érezze magát. Így van, tehát azt szeretnék, hogy legyen minden nap egy résznyi végigjátszás, és legyen minden nap egy résznyi, hát valószínűleg az év első negyede után biztos valóság. Az mindenképpen. Mert ugye a VR cuccok azok jönnek, erről mindjárt még beszélünk egy kicsit. De tulajdonképpen erről van szó. Pontosan. Tehát, hogy a gameplayeink, illetve a VR-os gameplayek, amik eddig is voltak, azok lesznek, meg lesz végigjátszás is. Nem tudom, hogy fog sikerülni, ezt még egyszer kiemeljük, de ez a terv. Legyetek türelmesek. Ja. Jó, bazd meg. Ez a terv. Igen. Igen. Továbbiakban VR cucc. A Tekken beszéltünk már erről egy keveset. Igazából nem hiszem, hogy túl sokat kellene erről mondjuk. Aki nem látta videókat, az I. Pisti fölött az I. Az i betűn megnézhetitek a videót. A VR-os videókat, igen. Így van, igyekszünk ugyanúgy lépést tartani ezzel a dologgal, ahogy az elejétől fogva is csináltuk, úgyhogy megpróbáljuk nektek a leghamarabb mindent. Így van, az összes VR eszközt, ami beszerezhető... Ami valamilyen úton, módon beszerezhető itthonra, azt megpróbáljuk minél hamarabb megmutatni nektek, és különböző tartalmakat csinálj belőle, ez fontos. Hihetetlen sok izgalmas tartalom lesz ebben az évben a VR tartalom. Az biztos, hogy mindegyiket próbáljuk majd szépen tolni nektek, hogy lássátok. Tudjuk, hogy sok mindenki csalódott, nagyon drága lett, nincs olyan gépe hozzá. Nem baj! Mutatjuk majd, hogy mi a helyzet. Itt lesz nálunk. Megpróbáljuk minden pillanatát átadni nektek, hogy fasza legyen, ameddig nem szereztek be egyet magatoknak. Talán már csak úgy simán kell nézni. Utána is megmutatjuk, csak úgy jobban át tudják élni az ember. Igen. Egyértelmű. Így van, biztos, hogy lesznek VR végigjátszások is. Azt ja, tudjuk. Igen, tehát amire lehetőség azt van. Tehát az a lényeg, hogy mi eltárveztük, hogy nagyjából mik azok, amiket végig szeretnénk játszani idén. Nyilván ebben nincs benne minden, ami idén megjelenik. Persze. Mert azért mi is válogatunk. Oké? Okay? És nem azt jelenti, hogy nem lesznek a csatornán olyanok, hogy mondjuk belepillantunk egy játékba. Lesz továbbra is olyan, amiben így belenézünk, de nem játszunk végig, viszont megpróbálunk folyamatosan valamilyen végigjátszást produkálni. Igen. Azért végül csak rádöbbentünk arra, hogy a gameplay csatornánk van. 2016-ra, nem?
Igen, mert igazából az a helyzet, hogy nekünk is úgymond változik az ízlésünk. Vannak itt is trendek, olyanok, amik egy ideig nagyon jól mennek, aztán egy kicsit lecsengnek. Mármint ezt úgy mondom, hogy higgyétek el, hogyha minden nap Rage Game lenne, akkor megunnátok azt is. 100%. Ezért próbálunk új dolgokat hozni, és hát mi is végül is gamerek lennénk, ha bár már megkaptuk 100-szor, hogy nem vagyunk azok. Na mindegy. Igen. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a csatornára is vinni. Így van, így van, így van. Így van. A másik pedig az, hogy ezeket a végigjátszásokat mi is iszonyatosan élvezzük. Tehát az Evil Within-t valami eszméletlen módon élveztem. Tehát imádtam végigjátszani ezt a játékot, és egyébként nagy részét nektek köszönhetem, hogy ezen elkezdtem. Azt meg, hogy folytattam, azt meg pláne. Igen, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket Pisti vágta. Még mindenki írja, hogy Jani, de jól összevágtad, meg ilyesmi, és közben te vágtad. Az Evil Within végigjátszott. Az Evil Within-re írták, hogy te vágtad. Aha, nem Jani, vágtad. Jani, pont most kellett befejezned! De tudod, hogy hol a vége? Persze! Ugye ez Pisti vágta, srácok. Jó, oké, oké, én ezeket nem olvastam, bocs! Ezeket én vágtam. Így van, így van, így van. Úgyhogy szerencsére ebben is fejlődtünk most így 2016-ra. Hogy most már egyre jobban el tudjuk osztani a munkát. Igen, ennek főleg idő, meg eszköz. Okai vannak. Okai voltak. Igen. Most már fasza. Így van, így van, így van. Hát... Igen. Hát jobb. Faszább! Jobb, mint volt. Így van. Igen. Még egy fontos dolog, ami gyakorlatilag a múlt héten történt. Végül is igen. Átléptük az 50 millió megtekintést, amit nagyon szépen köszönjük. Így van, ez nekünk eszméletlenül nagy szám, és nektek köszönhetjük, köszönjük szépen. Ez metál. Hát ez metál. Durva. Kicsit nehéz belegondolni, de jó. Igen, ez a karácsonyi időszak nagyon jó volt a csatornánkon. Igen, igen, igen. Rengetegen néztetek minket, és nagyon, tényleg nagyon király volt. Meg egyébként attól függetlenül karácsonyi volt, próbáltunk nektek videókat. Igen, bár tudjuk, hogy kevesebb volt azért, mint amennyi kellett. Viszont ez is egy hatalmas mérföldkő nekünk, úgyhogy köszönjük nektek. Köszönjük, köszönjük. Így van. Az biztos, hogy volt egy évvégi streamünk, ami szerintetek jó volt. Mindegy. De igazából nem nagyon beszéltünk így 2015-ről. Nem. Bár úgy telt el, mint egy pillanat. Tényleg nagyon gyorsan lehet. Nagyon-nagyon gyorsan. Nem tudom. Igazából nagyon durva volt a tavalyi év. Rengeteg sok minden történt. Tehát se tudjátok képzelni, mennyi minden történt tavaly. Még mindig feldolgozás alatt állunk. Mármint, hogy mondjam. Tehát még mindig nem tudjuk... Feldolgozás, mert műt egy YouTube videó? Faszán! Még mindig nehéz... Ezt tudom, hogy ezt mindenki félre fogja érteni. Na, akkor mondd ki, az jó. Igazából, mert én nem akarom, hogy félre értse bárki is. Az jó, mert akkor utána valakik előveszik majd. Nem tudom. Jó, bár elővennék. Ó, biztos vagyok benne. Mostanában egyre több fütykös beszél rólunk. Beszartam. Na mindig, hagyjuk ezt. Szóval... Nem tudom, én például még mindig nehezen léptem túl azon, hogy mondjuk átléptük a 10.000 feliratkozót. A 10.000? Körülbelül a... Egyébként én nem is tudom követni. Nem, abszolút nem. Én olyan szinte meglepődtem valami nap, hogy átléptük 250.000 feliratkozót, hogy így most volt 200.000. Igen, mert mi azóta, tudjátok, amióta ez megtörtént, és ezek mind nem olyan dolgok, nem a világ felé nézzük az eredményeinket, mert igazából sosem érdekelt minket senki, hanem magunkhoz szoktuk mérni, illetve nektek szoktuk úgymond megköszönni ezeket a lépcsőfokokat, amiket haladunk. De igazából, amikor azt mondtuk, hogy 100.000 feliratkozónk lett, akkor is azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hogy lett, és hogy hirtelen történt, és hogy nem tudtunk feleszmélni belőle. Ez most is így van, még mindig, hogy így mi csináljuk a videókat, és melózunk, és minden, és egyszer csak így megy mellettünk ez a sok szám, egyre többen vagytok, ez egyre nehezebb. Egyébként ez annyira vicces, tényleg. Pont ugyanúgy nyomjuk, mint az elején. Ugyanúgy, tényleg. Hát, arról meg nem is beszéljük, hogy milyen szaktudásunk van. Bizonyos programokhoz, most jövünk rá dolgokra. Így ennyi év után, hogy lehet dolgokat csinálni a vágó programban. Ja, van, igen. Van egy kis érdekesség. Igen. Megmaradtunk ilyen fél amatőrök még mindig egyébként. Valamilyen szinten igen. Nagyon sok mindenben fejlődtünk. Jó, hát az biztos. Az biztos, hogy talán a tavalyi év eleje közepe felé egy kicsit mélyebbre mentünk az eszközökben. Hát igen. Az eszközökben. Az eszközökben, igen. Az eszközökben, meg úgy a videózásban úgy általában, főleg a tech csatornán, és emiatt mélyebben belemásztunk dolgokba. Aztán most már egy a gameplay oldalon is így észrevevődnek dolgok, igen. Hogy így Igen. Hát itt működik, wow! Szóval, igen, elég gáz. Igen.
Na mindegy, de alapvetően... De tényleg ez nem ilyen sablon szöveg, amit mondott Pisti, tehát... Ne, abszolút nem. Ez... Tehát, nagyon durva. Még mindig ugyanúgy... ugyanúgy hülyén érzem magam, hogyha nem kerül ki időben egy videó. Ja. Még mindig ugyanúgy... Húrvédégesek vagyunk. Ugyanúgy kibaszott ideges vagyok, amikor kirágok egy videót. Ugyanúgy. Hát én is. Így van, így van, így van. Ugye én vagyok az, aki figyeli a kommenteket. Így van, így van. És így van. Mindig így nézem, hogy ez az, jó, akkor jó. Akkor jó, igen. Az első pár visszajelzés, akkor jó. De tényleg nagyon izgalmas, még mindig ugyanolyan izgalmas. Még mindig ugyanolyan izgalmas, nem is gondoltuk volna, hogy az lesz egyébként, és valószínűleg ez emiatt is van bennünk még mindig lendület, és még lesz is, ha meglátjátok. Sok minden jóság. Mindegy, azt nem gondoltuk volna soha, hogy megnő ennyire a csatorna. Azt se gondoltuk volna, hogy nem veszük észre. Igen. Azt pláne nem. Egyszerűen ez történt, ez csak ti vagytok. Nagyon köszönjük nektek még egyszer az egész tavalyi évet tulajdonképpen, meg mindent, amit kaptunk tőletek, mert egyébként csináltunk egy pár nagyon-nagyon fasz a dolgot. Mármint együtt. Úgyhogy ez mindenképpen jó volt. És egyébként, ha jól belegondolsz, szerintem a mostani év, a 2016 lesz az első igazi, durva évünk. Nekem van egy ilyen érzés, hogy mióta a csatornánk van. De miért gondolod ezt? Mert tudod, hogy milyen dolgokat fogunk csinálni ebben az évben? Ja, hát én tudom. Na, ők nem tudják. Hát ők nem tudják, de azért mondom, hogy szerintem ez az első igazi, olyan év, amikor igazán oda fogunk pakolni. Eddig ja. is mindenen, tehát rajta voltunk a dolgon, de most ebben az évben rengeteg meglepetés lesz. De tényleg, nem is gondoltak olyan dolgok. Még nagyon fel vagyunk dobva a Pistivel. Igen, igen, bocsánat, csak én meg már közben kalandozok. Igen, nem... Soha nem házaltunk mi magunkkal igazából nálatok, mert nem volt miért. De ja, oda baszós lesz. Ja. Ez az év, ez baszógép év lesz. Mondod, hogy így is, igen. Nem, most már értem, mire gondolsz. Valószínű, hogy ja, ez lesz a legdurvább év eddig. Az tuti. Az teljesen biztos. Meg fogunk dögleni, de jó lesz. Meg? Reméljük ti is. Mihály? Nyilván relatív. Még jött valaki azt mondja, hogy... Ja, ezt is kiemelik. Ki? Majd valamelyik videóban. Pisti azt mondta, hogy mindenki dögöljön meg. Hallod, ilyenek a nézőkkel? Ilyenek. Ez a rohadékok. Undorító. Szemed. Szoktuk látni, hogy tevékenykedtek a csatornán kívül is. Ezt köszönjük nektek. Ne bántsatok senkit nagyon. Van elég bajuk. Ennyi. Ja, de tudom, mire gondolsz szépen. Most. Nekem most esett le. Jó. Akkor nekik nem is fog. Fenében. A bőrös picsában. Na mindig hagyjuk. Igazából nem tudjuk, tehát arról nem tudunk mondani semmit, de láttuk, hogy már egy páran írtátok, hogy meg fogtok jelenni egyébként különböző rendezvényeken, ahol szeretnétek, hogy találkozzatok velünk. Semmit nem tudunk még az idei programunkban. Ja, igen. Éppen ezért nem is ígérünk semmit. Ja, tehát ne számítsatok se, hogy ott leszünk. Inkább ne számítsatok rá. Mert hogyha ott leszünk, szólunk ebben. Szólunk, mindenképp. Tehát most vegyétek úgy, hogy most jelenleg még sehol se leszünk ott. Igen, mert nem szeretnénk, mert tavaly is volt ebből a gond. Nem szeretnénk, hogy tehát, ha amúgy is menjetek, menjetek. De hogyha azért akartok külön menni, hogy velünk találkozzatok, akkor még várjatok, mert nem tudjuk, hogy fog alakulni ez az év, mert kurva sok dolgunk lesz. Szólni fogunk, és Facebookon is, meg szerintem itt YouTube-on is. De a Facebook oldalt kifejezetten figyeljetek, a leírásban az összes videónk már ott van. Igen. Az igazi Facebook oldalunk. Mert ugye van egy pár. Ja, igen. Szóval ez egy másik dolog. Igen. Igen. Szóval a lényeg, ez a helyzet most. Igen. Nagyjából. Akartunk beszélni kicsit a tavalyi évről. Mindent rettentően köszönünk nektek. Nagyon köszönjük azoknak, akik adományoztak nekünk a Patreonon. Istenek vagytok. Nagyon köszönjük a támogatást. Köszönjük azoknak, akik streamben támogattak minket. Nagyon jó arcok vagytok. Nagyon sokat sikerült fejlődni ezekből a dolgokból. És mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy nézi a csatornánkat. Igen, ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb dolog. És ne felejtsétek el, ahhoz, hogy minket nézzetek, meg ahhoz, hogy mi legyünk, csak ez kell. Ja. Senki semmi más. Senkinek sincs semmilyen kötelezettsége, ha benyomjátok a YouTube-ot és megnézzük a videónkat, az nekünk bőven elég. Így van. Úgyhogy ennyi, hát ezek a vlogok sosem mennek nekünk egyébként. Nem? Gondolj bele, valaki egész nap ezt csinálja. És mint hogy ugye... Ja... Vlogból. Nem tudom. Az a baj, hogy például... Most érted? Volt szó arról, hogy legyen vlog. Tudod, még beszéltük egyszer nézőkkel. Jaj, tényleg emlékszel? Mit mondjak? De egy napról, voltam dolgozni,
Aztán vágtam. Aztán... Ja, aztán kulafáradt van. Aztán rendelt a videó. Aztán nem töltött fel a YouTube. Aztán szarakodtam. Fejtő Janit, hogy mi a fasz van. Miért nem tölt fel. Igen. Aztán aludtam. De reggel elmentem dolgozni. Aztán vágtam. Izgi! Úgy ez a vlog, ez, ja, ez így nem menne. Ez így nem, még ettől is izgalmas. Igen, igen. Ja, igen, még egy dolog, srácok, nem tudjuk, hogy fent áll-e még ez a probléma, amikor ez a videó kikerül, vagy sem. Igen. De Facebookra kértem, köszi a megértést mindenkitől, egyszer az egyik e-mail résznél. Valamit gebaszol most a YouTube a nagyon méretű videókkal, a miénk pedig elég nagyok, és elég sokáig dolgozza fel őket. Igen. És emiatt lehetnek időbeli csúszások. Tehát az, hogy egy óra alatt vagy két óra alatt dolgoz fel valamit a YouTube, az egy dolog, amikor másfél nap az így Az meg áll. Az meg így sok. Az meg áll, igen. És na. Mostanában voltak ilyen gondok, de szerintem mire ez kimegy ez a videó, már megoldódik ez a gond. Hát nagyon remélem. Mert már ma is, mikor felveszik ezt a videót, jobb a helyzet, úgy jobb. Igen. Jobb. Nagyjából ennyit akartunk. Nagyjából ennyit akartunk. Vagy kevesebbet, vagy többet, ez nem fog kiderülni. Igen, valamit úgyis elfelejtettem. Így van. Ja igen, azt akartam mondani, tudom, ezt még mi sem beszéltük, de lesz kérdezz felelek videónk hamarosan. Jaj, tényleg, egy csomóan mondtátok, hogy mikor lesz már kérdezz felelek videó, hogy válaszoljunk azokra a kérdésekre, amikre már válaszoltunk az utóbbi két évben 10-szer. Megcsináljuk, és nem tudom, hogy hol kéne most, hogy hol lehet majd feltenni kérdéseket. Szerinted hol legyen? Hol legyen? Legyen most Twitteren? Még sose volt, az nagyon merő. The VR Q&A hashtag. Nem? Oké. Okay. Legyen. Akkor most Twitteren lesz azért, nem azért, hogy kibasszunk azokkal, akiknek nincs Twitter-e. Még egyszer ezt meg ne halljam, nem. Azért, hogy szűrjük a kérdéseket. Hogy senki ne kérdezze meg megint, hogy hívnak. Úgyhogy a Twitteren lesz. A Twitteren lesz. Úgy lehet tőlünk kérdezni, hogy twitteltek a hashtag The VR Q&A. Igen. Knop. De ezt kiírjuk ide. Hashtag the VR Q&A. Igen, és alul lesz a Twitter csatornánk a leírásba, ami nem kell ehhez, meg Twitter oldal, nem csatorna, nem? Igen. Mi az? Oldal. Twitter page. De Twitter. De kurva gáz. Ugyan? A Twitterünkön. Az itt van alul. Na, de nem kell oda menni, csak hashtagelni kell. Hashtag the VR Q&A, ez ami ide van írva. Így van, és ott tehetek fel nekünk kérdéseket. Mi szerintem hamarosan el is készítjük majd ezt a videót. Így van, tehát mit tudom én, egy pár napot hagyunk, hadd kérdezzetek, és akkor utána majd megint egy jó hosszú Q&A-ben megpróbáljuk tovább nyalogatni. Szokásos egy órás. A dolgot. Ja. Jó van. Na. Bocsi ezért, hogy ők vagy erős vlogért, néha ilyenekről is kell beszélni. Igen. Beszéltünk. Beszéltünk róluk. Köszönjük, hogy ezt is megnéztétek. Így van, és reméljük, hogy nem ez az első videó, amit láttak tőlünk. Igen, ezt mindig elmondjuk a vlogoknál. Ja. Jó van. Na, szevasztok!